A Bábel tornya. Miután Noa, vagyis Noé kijött a bárkából a feleségével, a három fiával és azok feleségeivel, Jahuá azt az utasítást adta nekik, hogy széledjenek szét a földön és sokasodjanak. Noa ismerte Jahuá törvényeit, azt be is tartotta, és ezt átadta a fiainak is. Noa felosztott a fiai között a területet, ahol ők városokat építettek maguknak, és sokasodtak. Noa fiai betartották Jahuá törvényeit, de az ő fiai újra kezdtek eltávolodni Jahuától, és egyre több volt a bűn a földön. Abban az időben Noa fiának, Kámnak az unokája, Nimród uralkodott. Nimród nagy vadász volt, sok csatát megnyert, és nagyon gonosz volt. Ekkor még egy nyelve volt az egész földnek. Kám fiai, Kús, Micraim, Pút és Kanaán, akik Nimród fejedelmei voltak, családjukkal együtt Nimród elé járultak, és azt mondták Nimródnak, hogy építsenek maguknak várost, és benne egy nagy tornyot, ami az égig ér majd, hogy nevet szerezzenek maguknak, és uralkodhassanak az egész földön. Elindultak, körülbelül 600 ezren, hogy megfelelő helyet keressenek a város és a torony megépítéséhez. Sineár földjén találtak egy völgyet, ahol letelepedtek, és elkezdtek építkezni. Téglákat égettek ki, és a vízforrásaiból lévő agyagot használták malterként. A torony építésével bűnt követtek el ezek az emberek. Voltak, akik azért építették a tornyot, hogy oda helyezzék a pogány isteneiket, és ott szolgáljanak nekik. Voltak, akik azért, hogy szembeszálljanak Jahuával, és legyőzzék őt. Jahuá tudta az ő gonosz gondolataikat, és látta a várost és a tornyot, amit építettek. 43 évig építették a tornyot. A magassága több száz kilométer volt, és minél magasabb lett, annál nehezebb volt felhordani az építéshez szükséges téglát és maltert. Ekkor Jahuá a hozzá legközelebb álló 70 angyalnak azt mondta, hogy szálljanak alá, és zavarják össze az emberek nyelvét, hogy többé ne értsék meg egymást. Többé ne legyenek egy nép, és ne legyenek egy akaraton, hanem szóródjanak szét a földön, családjuk és nyelvük szerint. Miután Jahuá összezavarta a nyelvüket, az emberek nem értették meg egymás beszédét, és így az építkezést sem tudták tovább folytatni. Jahuá erős szelet bocsátott a földre, megnyitotta a föld száját, és tüzet bocsátott a toronyra, így elpusztította a torony nagy részét, és sok ember meghalt. A torony egy része megmaradt, amit Bábelnek neveztek el, mert itt zavarta össze Jahuá az emberek nyelvét. A megmaradt torony kerülete 3 napi járás volt. Az emberek sok részre szakadtak szét, és szétszóródtak a föld 4 szélére, nyelvük, földjük és családjaik szerint. Közülük néhányan városokat építettek, és elnevezték városaikat saját nevükről, gyermekeik nevéről, vagy az életükben bekövetkező események. Nimród Bábelben maradt. A megmaradt népet beköltöztette a városba, és megújította uralmát. A büntetések ellenére sem tért vissza Jahuához. Továbbra is folytatta a gonoszságait, és fia, Mardon, Nimródnál is gonoszabb volt, és hozzájárult apja minden gonoszságához. Évekkel később Nimród Kedorlaomer ellen háborúba indult, aki a torony építése előtt Nimród egyik vezére volt. Nimród serege vereséget szenvedett, fia, Mardon is meghalt, Nimród pedig visszavonult saját földjére, és Kedorlaomer alárendeltje lett. Nimród uralkodása alatt 2-szer is meg akarta öletni Ábrámot. Mivel Ábrám igaz ember volt, tisztelte és félte Jahuát, ezért Jahuá megvédte őt. De Ábrám életéről majd a következő részben fogtok hallani. Mindenképpen kövessétek az Infobubble 2-es csatornát, ahol keddenként 20:30-tól jelentkezünk 90 perc az új világrendről,
Azt is javaslom, hogy aki gondolja, töltse le a videókat, ossza meg másokkal bármilyen formában, ugyanis nem lehet tudni, hogy mit hoz a jövő, az azonban biztos, hogy nagyon gyorsan változnak a dolgok. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, halleluja és shalom!